A Videóton FC az elmúlt évtizedekben rengeteg tehetséget adott a magyar labdarúgásnak. Az eddigi utolsó, a labdarúgásának meghatározó alakjának számító játékos Dvéri Zsolt volt, akinek a neve mai napig felcsendül a Sóstói stadionban. A drukerek nem felejtik el remek irányítókészségét és fantasztikus rúgó technikáját. Drazsé, aki összesen 240 mérkőzést játszott a Vidiben és 39 alkalommal talált be az ellenfelek hálójába, a 2009-2010 szezonban öt bajnokival a háta mögött jelentette be visszavonulását. Ezt követően tagja volt a a Vidivel 2011 nyarán bajnoki címet szerző edzői stábnak dr. Mezei György segítőjeként. A Vidinél bekövetkezett edzőváltást követően azonban keveset hallani Drazséról. Gyere, helyezkedj el itt a 16-os és az oldalvonal közti területen, egy kört alkossá, hat ember kívül, hat belül, Nos, jelentjük, Dvéri Zsolt nem tért le az edzői pályáról, jelenleg a videóton utánpótlásában tevékenykedik. Most elsődlegesen én úgy gondolom, hogy én az utánpótlásba szeretném átadni azokat a tapasztalatokat, amiket a pályafutásom alatt összegyűjtöttem ezeknek a fiatal srácoknak, mert azért azt kell hogy van köztük tehetség, és ezt azért meg kéne lovagolni. Miben tudsz nekik segíteni? Bizonyos játékszituációkban, technikai dolgokban, hogyan kell a labdához érni, hogyan kell meglőni a, a a labdát, hogy ott van egy védő az ember nyakán, hogy hogyan álljak be egy labda és egy védő közé, hogyan tartsam meg a labdákat. Tehát pontosan azokat a szituációkat próbálom gyakoroltatni velük, amik meccsen rengetegszer előfordulnak. A fiatalok okítása mellett az aktív játéktól sem vonult vissza Drazsé, a megyei első osztályú Sáros labdarúgója. Tavaly serégesen voltam játékos edző, most Sárosdon egy osztálya fele megye egybe próbálkozunk, és csak játékosként. Igazából öt mérkőzést tudtam játszani. Hála Isten a gólok is jöttek, a játék is jól ment, de jött egy szerencsétlen sérülés, és a csuklom darabokra törött és műtötték. Úgyhogy most kiesett ez a utolsó pár forduló, hát bízom benne, hogy tavasszal most már elkerül ez a dolog is, és tényleg a csapatnak a rendelkezésére állhatok, mert azért még nem vagyok olyan öreg, hogy ilyen szinten azért ne focizzak. Dvéri Zsol tehát köszöni szépen, remekül érzi magát, azzal foglalkozik, amit a leginkább szeret a labdarúgással. Reméljük kezei alól a hozzá hasonló technikai tudással rendelkező fiatal labdarúgók kerülnek majd ki a közeljövőben.